kapunk mellett volt három óriási zicserünk, amelyekből akár lezárhattuk volna a mérkőzést. Nem rúgtuk meg a harmadik gólt, a KSD-ek gólja után viszont az az önbizalom, amivel feljöttünk a pályára, az elillant. Ez érthető is, hiszen az elmúlt bajnokság mérkőzései miatt mindenféleképpen meg akartuk nyerni ezt a meccset. Egy nagyon jól játszó KSD-et győztünk le. Az első fél időben nagyon mélyen védekeztünk, ezért több helyzete is volt a vendégcsapatnak. A szünetben rendeztük a sorokat, meghúztuk azt, a védelmi vonalat, ahol kellett, és melyik, kinek milyen passzágokat kell lezárni. De a KSD kiemel még egyszer egy nagyon jó csapat, akinek azért majdnem mindenre volt válasza. Nekünk is meg volt a lehetőségünk második fél időben, hogy lezárjuk a mérkőzést. Én azt mondom, hogy ha megrújjuk a harmadik gólt, akkor ez már ennek a meccsnek vége lett volna. Teljes mértékben megérdemeltük ezt a győzelmet, hiszen az első fél órában nagyon jól játszottunk, utána pedig a szívünket, lelkünket kitettük, és tényleg lehet, hogy a szív és az akarat diadala volt, de a Diózsért mindig ezt kell, hogy jellemezze, hogy akarati tényezőben mindenkit felül kell múlni, főleg ebben a stadionban, ilyen fantasztikus szurkolótábor előtt. Lehet, hogy furcsa, amit mondok, de jobban örülök annak a periódusnak, amikor az akarat és az önfeláldozó játék kellett, mert megmutatta a csapat, hogy igazán tud egymásért küzdeni, valamint a szurkolóinkért.